Mit mondjak neki? Amit akar, amitől összecsinálja magát. Halló? Itt Fint a százados. Kedves kerekes, egy bizonyos ügyben megkérném, holnap reggel 7:30-kor jelenjen meg nálam. Vagy! 1944. októberében is segéd voltam Szilágyéknál. Az övék volt az ezüst sasmatika. Nem mutatom neked, kerekes urat. Kerekes. Nem volt az, kérem, köztudomás, hogy Szilágyi zsidók. Kerekes! Hova? Francba megy! Új bizonyítékok, új neve. Csaporodnak a mártírok, újabb munka az aranyozónak. Gyönyörű munka, ezt is szerettem. Csak végig gondolni nem szabad. Mint tanú! Egyelőre! Játékosok és zsetonok vagyunk egy személyben, kérem szépen! Méltóságos uram! Maguk itt elkezdtek egy viccet. Hát most fejezzük be ezt a viccet. Fekete ruhás férfi kezében esergővel! Álljon meg! Maga már rég halott! Vádolom kerekes gyógyszerészt két rendbeli gyilkossággal. Ön igen jó ember, kerekes. Előre megfontoltam, ölte meg Szilágyiékat, vagy hirtelen felindulásban. A zsidók tulajdonában lévő gyógyszertárakat a belügyminiszter úr önméltósága szeretné végre tisztességes kezekben látni. Én nem mondtam semmit biztosan. Én csak azt mondtam, hogy hacsak! Kerekes, készült erre a hacsakra! Eddig 666.382 zsidót szállítottunk ki. Fölmentést akarok, vagy ítéletet, de végre legyen egyszer vége! Amit tettem, akaratom ellenére tettem, atyám. Lehet, hogy alattunk van az égbolt. Mennyi csillag.